Bogdányai Fodor Judit vagyok, a Szent Bazil Görögkatolikus Gimnázium kollégiumának nevelőtanára. Hálás vagyok, hogy itt dolgozhatok, hisz én is itt érettségiztem. Szeretném bemutatni a kollégiumot, hogy hogyan is néz ki egy nap. Reggel 6:30-kor van ébresztő, és reggeli után a gyerekek átmennek az iskolába. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy az iskola, a kollégium és az étkező egy udvaron van. Kétszeri meleg étkezést tudunk biztosítani a kollégistáknak, ez a vacsora és az ebéd. Általában délután találkozunk újra a gyerekekkel, 13 órakor van kollégium nyitása, 16:15-ig van kimenő, és 16:30-tól szilencium. A szilenciumon nagyban segítjük a diákokat a tanulásban, a 11-12-es évfolyamban van lehetőség, hogy a szobán tanuljanak a diákok, az alsóbb évfolyamosok viszont csak tanulmányi eredménytől függően tanulhatnak szobán. A közös tanulás után vacsora van, és utána a közösségi programokra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Amikor is sportolási lehetőség van a gyerekeknek, emellett vannak szakkörök, és mindig kitalálunk valami újat, hogy színesebbé tegyük a kollégisták életét. A lányokkal szoktunk palacsintát sütni, társasoznak a lányok, szeretnek nagyon aktivitizni. A fiúk pedig a focizás mellett a biliárdozás, a csocsó, a pingpongozást válasszák. Az estéma, ami nagyon jó még a kollégiumban, nagyon jó hatással van a gyerekekre, 9:30-kor van lámpaoltás. A kollégiumunknak múltja van, nemzedékek térnek vissza, osztálytalálkozókat szervezünk, amelyekre egyre nagyobb számban jelennek meg a volt diákok, akik elmondják, hogy szeretnék idehozni a gyerekeiket, hogy ugyanazokat az értékeket megkapják, amiket ők is kaptak. És végezetül egy diákom szavait szeretném idézni, amikor azt mondta, hogy a Szent Bazil egy életérzés. Én bízom benne, hogy azok a diákok, akik ide jönnek, azok meg fogják ezt tapasztalni, hiszen én már ezt tudom. És gyere ide a Szent Bazil koliba!